A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép jó estét kívánok, köszöntöm kulturális magazinunk a Paletta nézőit június 20-án kedden 17 óra 20 perckor. Mai adásunkban beszámolót láthatnak az Aranyember díjátadóról, találkozhatunk Nemere Istvánnal, ellátogatunk a Szabad Színház új bemutatójára, egy emlékkiállításra, végül pedig találkozhatunk Hobóval is. Tartsanak velünk! Átadták az Aranyember díjat, az elismerést ebben az esztendőben Egyed Imréné, Magony Imre és a Vox Mirabilis kamarakórus érdemelte ki. A hagyományokhoz hűen a Tarsó Ifjúságért Egyesület közösségi tere adott otthont a hagyományos Aranyember díjátadó ünnepségnek. Köszöntőjükben a kuratórium vezetői, Herzog Edit és Sipos András megerősítették, olyan székesfehérváriaknak ítélték oda az elismerést, akik sokat tettek a város közéletéért. A Tarsói Ifjúságért Egyesületnek talán a legfontosabb, hogy példaképei lehetnek az ifjúságnak, hogy milyen emberré érdemes válniuk. Én azt hiszem, hogy az Aranyember díj igazi példaképeknek jutott az eddigi években is, és az idei évben is. Emlékezzünk talán arra, hogy ezt a díjat 2012 óta adjuk át, amikor az Európai Parlament az Európai Unió 65. születésnapján meghirdette az Európai Polgárdíjat, és akkor én úgy gondoltam, még képviselőként, hogy nálunk is vannak olyan polgárok, akik ezt megérdemlik, és hát Aranyember díjnak neveztük el. Nem csak azért, mert az arany a legértékesebb, hanem mert az aranybullát is itt őrzik, tehát az aranynak nagyon-nagyon sokféle értelmezése kiderült itt aztán az elmúlt években. Nagyon büszkék vagyunk az aranyembereinkre, az idén is, és három kiváló jelöltet köszönhetünk az idei évben. Minden évben egy női, egy férfi és egy közösségi díjat adunk át. A női díjat ebben az évben az egészségügyi területen végzett kiváló és hosszú évtizedeken átnyúló pályafutásáért Egyed Imréné Ani kapja, aki a Szent György Kórház ápolási igazgatója volt nagyon-nagyon sokáig. Régi adósságomnak tekintem, hogy Magony Imrét megjutalmazzuk, hiszen nagyon sokoldalú tevékenységével, a székesfehérvári szobrokat feltáró könyveivel, a Szabad Színházban végzett munkájával messze-messze túlmutat a könyvtárosi tevékenységén az ő életútja. És harmadsorban a hangnak, a zenének is akartunk az idén díjat átadni. A Vox Mirabilis kórus nem csak a hangja révén Mirabilis, hanem a tevékenysége során is karitatív tevékenységet, önzetlen, a munkájukon túlmutató segítséget nyújtanak, és örömet nyújtanak másoknak. Aranyember díjat vehetett át a Vox Mirabilis kamarakórus karnagya Zemlényi Katica, aki csapatával a kórus muzsika csodáját emelte magas szintre, illetve sokat tettek a rászorulókért, és segítő munkájuk is példaértékű. Annak örültem a legjobban, hogy két dologért kaptuk együtt, tehát a zenei magas színvonalért, és a jótékonykodásainkért. És én úgy gondolom, hogy a nem csak kórus, a Vox Mirabilis, ez most is érvényes. Tehát, hogy a kórust összetartja a zene, a lelki élmény, és az, hogy tudunk másokon segíteni. Ugyancsak a díjazottak között szerepelt Egyed Imréné, a Fejér vármegyei Szent György Egyetemi Oktatókórház nyugalmazott ápolási igazgatója, aki sokat segített abban, hogy a kórház mára elismert intézmény legyen szerte az országban. Nagyon nagy meglepetést okozott, és első pillanatban nem is akartam elhinni. Az, hogy én nem tudom, hogy mennyit tudnak az én életem történetéről, 2018-ban hagytam abba a nyugdíjas éveimet, ennek meg volt a maga oka, tehát nem szakmai, hanem inkább családi. És akkor én azt mondtam, hogy egyik napról másikra csak ezt a hosszú-hosszú élettörténetet csak úgy lehet lezárni, hogy holnap után, köszönöm szépen, nincs tovább. Amit meg lehetett tenni, megtettem. És hát ez a díj most, meg kell mondanom, talán még zavarba is hoztam önmagamat elsősorban, mert nem értettem, hogy miről beszélünk.
és utána tisztázódott előttem, és hát nagyon nagy örömmel konstatáltam, hogy ennyi év után rám gondoltak. Jól esik. A Törzsgyökeres székesfehérvári Magony Imre könyvtáros helytörténész kutató és amatőr színész is átvehette a Tarsói Ifjúsági Egyesület egyik aranyember díját. Magony Imre íróként számos könyvet tudhat maga mögött, és sok előadásban láthatták már a színházbarátok. Megnéztem azt a listát, akik előttem kaptak, és úgy gondolom, hogy ez nagyon illusztris társaság, tehát büszkeséggel tölt el, hogy közöttük lehetek. Tehát örültem neki természetesen. Megerősítést jelent, hogy te lettél választott? Igen, igen, egyértelműen. Azt gondolom, hogy hát amit eddig tettem, vagy írtam, vagy csináltam, ezt mindig éreztem, hogy ez valami elismerést szül egyébként, tehát voltak visszajelzések, de amikor konkrétan kap az ember egy konkrét díjat, egy konkrét elismerést, akkor természetesen ez egy kicsit mégis más, mint a szóbeli és egyéb visszajelzések. Az elismerések nem csak a díjazottakat erősíthetik meg, de fontos üzenetet hordoznak mindenki számára. Választott hivatásunkban is ki lehet teljesedni a közösség érdekében. A Táncsics iskolába látogatott Nemere István. A kiváló író elmesélte a gyerekeknek történetének megszületését, írói hitvallását egyaránt. A Táncsics Mihály általános iskola vendége volt napjaink egyik legendás magyar írója, Nemere István. Az író-olvasó találkozón Bokros Judit újságíró értő moderálása mellett ismerhették meg a népszerű szerző írói hitvallását. Nemere Istvánt leginkább science fiction könyvei és paranormális jelenségekkel foglalkozó művei tették ismerté, de több más műfajban is publikál. A több mint 700 kötetet magáénak valló szerző megerősítette, kivételesen fontos, hogy minden műfajban megtalálják olvasói az egyedit. A fiatalok nagy érdeklődést mutattak a beszélgetés iránt, hiszen olyan íróval találkozhattak, aki minden generáció számára tud újat mondani, és köteteiben segít megérteni múltat, jelent és jövőt. Tulajdonképpen ez egy örök dolog, úgyhogy nem is tudnám megmondani, hogy honnan van, de azt tudom, hogy mióta van, tehát olyan 11 éves korom óta, akkor kezdtem el írni. És a 25 éves koromban már úgy komolyan vettem, és 30 voltam, amikor az első megjelent. Tehát az, hogy az emberek, és hát most ebben az esetben a gyerekek is olvasanak, az nekem is szívügyem, teljesen érthető módon. Az energia az van. Erre csak ezt tudom mondani, hogy ez valahogy bennem van kezdettől fogva, és úgy érzem, hogy nem tudom, nagyon minek tragikus dolgoknak kellene történni ahhoz, hogy ez belőlem kiszálljon az energia. Én erre születtem, azt hiszem most már egyre biztosabb vagyok benne, hogy írjak, hogy történeteket meséljek, és lehetőleg olyanokat, amiket az emberek elolvasnak, és ami esetleg jó esetben hat az életükre is pozitívan. Megerősítést jelent önnek, hogy az általános iskolások is olvasnak már Nemerét? Igen, hát nem biztos, hogy minden irodalomtanár őrül ennek, de én azt mondom, hogy jó, egyrészt jó, hogy bármit olvasnak, másodszor jó, hogy engem olvasnak, és főleg az számít, hogy ezek a gyerekek tudatában lesznek annak, hogy az olvasás az egyfelől neki személyesen egy öröm mindegyiknek, másfelől meg egy módszer, amivel tudást szerezhet ebben a világban. Sőt, amivel egyáltalán létezhet ebben a világban, most még mindig azt kell mondanom, hogy az az olvasás, és az a könyvekben van minden tudás gyakorlatilag. Jöhet itt bármilyen internet, amire bárki bármit feltehet, és senki sem ellenőrzi. Ezek nem komoly források sok esetben, de amit egy jól kinyomtatott könyvben olvasnak, akár gyerek, akár felnőtt, abban jobban megbízhat, mint bármilyen más forrásban. Ön azon kevesek közé tartozik, aki a tervet mond, nem csak esetőségre gondol. Tehát ennek tükrében mire készül mostanság? Hát sajnos azt kell mondani, hogy ez az egyetlen kérdés, amire nem szoktam válaszolni, mert nem árulom el előre, és főleg azért is, mert ennek van egy gyakorlati oka, hogy én sem tudom, hogy mikor mi jelenik meg. Tehát amin én most dolgozom, abból lehet, hogy csak évek múlva lesz könyv.
és már vagy 30-40 könyv van különböző kiadóknál, és nekem sem mondják meg előre, hogy mikor melyiket veszik előre, melyiket hagyják hátra, vagy egyáltalán mi történik velük, és így aztán egyszerűen nem tudok jósolni. Az én terveim azok szinte teljesen függetlenek ezektől az eléggé véletlenszerű kiadói ügyektől, tehát most nem tudok mondani semmit, de a lényeg az, hogy amiket elkezdtem, főleg sorozatokat, ha szabad itt egyet reklámoznom, akkor a Turul nemzetsége, amely az Árpád-házi királyok 400 évét énekli meg, annak most a jövő héten jelenik meg az 5. kötete, és még lesz néhány. A Szabad Színház nagy sikerrel mutatta be Borbé László darabját Nagy Judit rendezésében. Az Átok egy Amerikába kivándorló ember sorsát követi nyomon a 20. században. Biztonsági okokból ebben nem szállhat. Kérem, én nekem erre engedélyem van. Igen? És kitől? Az Átok kikötői legenda 10 képben Borbé László a kiváló újságíró novellája alapján került színre a Szabad Színház előadásában Nagy Judit rendezésében. A darabbal a szerző a társadalmi traumák generációkon átívelő hatásait mutatja be. A darabnak az üzenete az az, hogy noha élünk, nem csak vagyunk, hanem sorsunk van egymással. Ez így volt 1907-ben, amikor egy nagy kivándorlási krízis sújtotta az akkori történelmi Magyarországot. Sok honfitársunk elment a jobb jövő reményében, elhajózott a szebb jövő ígéretének hitében Amerikába, és ez három olyan embernek a sorsát ábrázolja, akik szintén útnak indultak, egy szerelmi háromszög, egy tragédiába torkoló szerelmi háromszög, aminek következtében egy átok van ezen a szerelmi háromszögnek a kapcsolatán, és ez 100 év múlva, 2007-ben teljesedik be, ugyanott, akkor már Rijekában. A Cunard Line Hajós Társaság Útónia nevű gőzösének koszos, fűzös hálóhelyiségébe egy viseltes ruhában, mint kivándorló. A kivándorlás a századforduló égető probléma volt Magyarországon. 1907-re már több mint 172 000 hagyták el az országot. A darabban egy 4 generációs ízig-vérig magyar történetet ismerhetünk meg, amelynek szálai Budapesten indulnak, majd Fiume és New York érintésével végül visszatérnek. Olyan családi, társadalmi traumákról mesél a darab, amelyek nem csak az elszenvedőket, hanem a leszármazottakat is érintik. Nagyon sokan beszélnek ma a társadalmi traumákról, családi traumákról, illetve azokról a titkokról, amelyek esetleg az utódokban valamiféle megmagyarázhatatlan nyomokat hagynak. Ugye Orvos Tóth Noémi könyvét is nagyon sokan lapozgatják pont ezért, és arra gondoltam, hogy ez sok embert érdekel ez a téma, hogy vajon az ősök bűne, amivel József Attila foglalkozott, Vörös Marti foglalkozott nagyon sokan az irodalomban, az eredendő bűn, az hogy jelenik meg, hogy visszük tovább, illetve meg tudjuk-e szakítani ezeket az átkokat, ezeket a traumákat. A megálmodott figurák a teljesség igényével mutatják be azt a kohéziót, amelyben megtestesül a vágy az újra, a jobbra, átlényegülve az új út keresésében és annak felfedezésében. Én játszom a darabban Molnár Andrást, ő az, aki kivándorol, csak úgy, mint sok magyar az 1900-as évek elején, csak hát neki van egy ilyen előtörténete, egy ilyen mutatványos erőművész, gyakorlatilag a Ligetben szórakoztatja állandóan a nőket, iszik, nőzik, kiélt életet él, és akkor találkozik egy lányjal, Marinával, akibe beleszeret, és akkor hát ez a lány is megszereti őt nagyon, de hát az életmódján nem tud változtatni, és utána is mindenféle zűrökbe keveredik bele Molnár András, így hát végül úgy dönt, hogy ő is kivándorol Amerikába.
és akkor utána pedig már találkozunk az ő dédunokájával a darab végén, Joe Molnárral, aki visszatér, és hát gyakorlatilag ő teljesíti be ezt a címbeni szereplő bizonyos átkot. Egy cirkusz, érted? Mindenki tudja pontosan a dolgát, és teszi, és ezért kapják a gázsijukat. Hm? I'm sorry, folks! Coffee's quick! What's in it? Not allowed! Nem is lenne semmi gond, ha csupán csak annyit tesz, hogy mérkőzés után diszkréten bekopogtat a nők ajtaján, ők meg boldogok, hogy sikerül becserkészniük ezt a pompás izomzatú fennevadat. Little John diszkréten. A darabban, mint az életben is, kulcs szerepet játszik a nő, aki fontos mozgatórugója a létnek, mindannak a változásra épülő létnek, amely meghatározója a beteljesített útnak, és amely számtalan cselekvés mozgatórugója. Ez nagyon érdekes, mert ugye én 2007-ben csatlakozom itt a történethez, amikor már a dédunoka jelenik meg, és én mint egy feleség, és amerikai feleség vagyok itt, Riekában, egy nagyon fura helyzetben, mert hogy tudok egy titkot, ami majd a darab végén derül ki, és nehezen élem azt meg, hogy a férjemet elveszítem, amiatt, hogy neki van egy fontos hivatása, vagyis úgy érzi ez a karakter, hogy elveszíti a férjét. Ami nagyon érdekes egyébként szerintem a darabban, hogy és azt boncolgatja, hogy lehet-e, vagy van-e olyan, hogy a dédapáinknak a vétke, vagy egy bizonyos fajta negatív dolog, egy átok, az végighúzódhat egy generáción, és hogy lehet-e az, hogy 2007-ben akár lecsapódik valaki, aki Amerikából érkezik magyar, félig magyarként. A dédnagyapám volt magyar, született Magyarország, talán Budapest, és innen ment ki ő, New York. Ő volt nagy cirkusz, művésze, erő. A darab krónikása szerepének is fontos üzenete van, miként lehet a fotográfusból történetíróvá avanzsálva megfogalmazni azokat az emberi utakat, amelyek hitelesen mutatják be mindazt, ami egy hazájától elszakadt mikroközösséget jellemez mindennapjaiban. Az én karakterem egyébként egy létező személyen alapul. Fotográfusnak hívják ebben a darabban, de valójában Tonelli Sándor valóban létező személyen alapul ez a karakter, aki egy joghallgató volt 1907-ben, és félig meddig fogadásból elvegyült a bevándorlók között, vagyis hát kivándorlók között, mint fotós segéd. És tulajdonképpen azért, mert a 1900-as évek elején a kivándorlás az egy nagyon nagy probléma volt Magyarországon, és nem tudtak rájönni, hogy mi okozza. És Tonelli Sándor akkor felszállt az egyik ilyen hajóra, elvegyült köztük azért fotós segédként, hogy egyébként fényképeket is készíthessen róluk és az egész útról, amiről aztán később írt egy hát ilyen jelentésszerűt, aztán 20 évvel később, 27-ben, amikor már nem az adatokra koncentrált, hanem az emberi részére, akkor egy ilyen útikönyv, vagy inkább egy hosszú riportként megjelentette ennek az egész útnak az emberi részét, hogy milyen emberekkel találkozott, és hogy milyen sorsokat sikerült ott feltárnia. Borbé László írói elképzeléseiben visszaköszön, ami a példaképek Fellinger Ferenc, Tennessee Williams és Arthur Miller műveiben is megjelenik, az útkeresés misztériuma, az évszázados kérdés, Quo Vadis. Továbbra is szép számú látogató ismerkedhet meg Nagy Béla festőművész alkotásaival a Szent István Művelődési Házban. N. Mészáros Júlia az emlékkiállítás kurátora, tiszteletre méltó alázattal mutatta be a korszakos művész festményeit. Egy tárlatvezetés keretében ismerkedhettek meg a képzőművészet barátai Nagy Béla festőművész alkotásaival a Szent Korona Galériában. Az emlékkiállítás kurátora N. Mészáros Júlia művészettörténész értő kalauzolásával a művész különböző korszakaiban született festményei új életre keltek, megerősítve a tehetség öröklétét. Végigmutatom, hogy mi látható a kiállításon, másrészt megpróbálom úgy bemutatni az alkotásokat, hogy összeálljon a néző számára egy ilyen művészi fejlődési vonal. Tehát az, hogy az egyszerű természet után ábrázol dolgoktól hogyan jut el egy absztraktabb ábrázolásig, és a színek hogyan változnak meg az életében. Igen, mert mi is azt látjuk egyébként, hogy
hogy elindult egy úton, és a portrékon át, a portrékok túl azért itt vannak a tájképek, és a különleges technikával elkészített művek is. Igen, elég sokat kísérletezett. Igazából talán, ha az utolsó műveket nézzük, és onnan visszafele nézzük a képeket, akkor tűnik fel, hogy milyen nagyot változott a festészete. Annak ellenére, hogy főleg pedagógusként élte le az életét, és inkább nyaranta volt hosszabb ideje művésztelepeken és pedagógus alkotótelepeken dolgozni, és csak a nyugdíjazása után, amikor felgyógyult két súlyos betegségből, akkor tudott igazán a festészetének élni, de mégis nagyon jelentős utat tett meg ő is. A nagy érdeklődéssel várt találkozón megjelent a festőművész családja is, lelke jobbik fele, özvegye és gyermekei meghatottan idézték fel alkotói útját. Hogy szeretettel és kis tisztelettel gondolok rá, és emlékezek rá vissza. És nagyon sajnálom, hogy ilyen hányatott élete volt, hogy a nagy tehetsége csak ennyiben tudott részt, hát nyilvánosságra kerülni, mert már 4 éves kora óta ő festőnek készült, és akkor azt mondta, hogy ő festő lesz, és utána aztán minden félbeszakított, a háború, fogság, betegség, minden, úgyhogy ezek a képek, ezek úgy születtek, hogy szinte majd, hogy nem mondhatni rá, hogy lopva, mert mindig közbe jött valami, ami akadályozta őt ebbe a munkába, és rengeteget dolgozott. Otthon tele van a lakásom, akvarellel, rajzzal, és roppant ügyesen tudott rajzolni. Olyan portrékat csinált, hogy hát ritka az, aki ennyire tud. És még a fölvételizett az iskolába, akkor is azt mondta az egyik évfolyam társa, hogy szédületes voltál, ahogy rajzoltál a fölvételin. És hát ez megnyilvánult az egész életébe, a festészetébe. Csak mondom, nagyon-nagyon szerencsétlen sorsú ember volt. Nem azt bontakozhatott ki belőle, ami benne volt. Nagy Béla visszaemlékezésében úgy fogalmazott, a szerkesztés valamivel elvont, a világa felé szeretnék előre haladni. Szeretnék figurális kompozíciókat is festeni, hiszen a tájképek túltengése azért van nálam, mert a tájkép volt a legkönnyebben megkapható modell. Nos, a tárlat látogatói meggyőződhettek róla, hogy tervei megvalósultak. Székesfehérváron koncertezett Hobó. A ma is rendkívül népszerű dalszerző a Színházi Olimpia keretében hozta el Hobó az utcán című műsorát. Karomra szállt egy apró ember, kérdezte, mit keresek itt? A Színházi Olimpia keretében Kecskemét, Balatonföldvár és Pécs után Székesfehérvárra is megérkezett Földes László Hobó, azzal a műsorral, amelyben az utcazenélés misztériumát hozta vissza a köztudatba, és személyes érzéseit, gondolatait, különleges szakmai, emberi útját foglalta össze, stílszerűen Hobó az utcán címmel. Anyám szeme, mint jóságos sugár, mikorlám, útját kíséri. Az exhibicionizmus az egy jó foglalkozás, szóval ugye, írtam egy monodrámát, az a című, az utcazenész, mert kitaláltam, hogy összerakok egy ilyen dolgot, megírom, és mindenhol, ahol lehet, elsősorban persze Budapesten, akkor még az utcán fogom játszani egy gitárossal, aki itt van velem, Kis Zoltán, úgyhogy nem hirdetjük meg. Tehát ha valaki kijön a metróból, vagy sétálni megy a barátnőjével, vagy kijön egy boltból, ott talál engem, és egy órás műsor, vagy 70 perces műsort ott lenyomjuk, és megyünk tovább. Hogy el akartam engedélyt kérni a nem tudom milyen főhatóságtól, hogy akárhol játszhassak a városban. És ezt elmondtam a Vigyánszky úrnak, aki azt mondta, hogy csinálja meg a színházban. És ezt meg is csináltam, 3 előadás lement, azt hiszem májusban, vagy április végén, nem tudom így pontosan, és akkor hát fölmerült szintén a Vigyánszky részéről, hogy a Színházi Olimpián is
vegyek részt, főleg így, hogy a különböző színházak előtt órákkal az utcán játszom a darabot, és aztán meggondolta magát, hogy inkább egy másik műsort játszom, aminek az a cím, hogy Hobó az utcán. Ezt fogom itt játszani most, mert hát azok a körülmények, amelyek a Kaszás Attila teremben vannak a Nemzeti Színházban, azt nem lehet itt megteremteni, és akkor összeállítottam egy teljesen más dalokból álló műsort, és ahhoz összeraktam egy keretjátékot, és hát mivel én elég későn kezdtem az úgynevezett hivatásos pályafutásomat, és az utcáról jöttem, régen meg, amikor én fölnőttem, akkor még az utcán történt minden, vagy nekem jobb volt az utcán lenni, mint otthon. Én nagyon szeretem azt, amikor közel vagyok az emberekhez. Klubban szeretek a legjobban játszani, ezt nem hiszik el, hogy mekkora dolog, nem tudom, hány előadást játszottam a Budapest Arénában nagyon nagy közönség előtt, de nem, az egy ünnep, én meg a hétköznapok embere vagyok, és közelről szeretek játszani. Játszottam nagyon sok József Attilát ilyen közelről az emberek szemében, mint ahogy most itt állunk. Nincsen szükségem semmilyen külsőségre ahhoz, hogy őszinte tudjak lenni. Ez az egyetlen, ami az érdekes, hogy az ember őszinte legyen, ne csináljon magából olyasmit, sztárt, hogyha bohócot csinál magam, akkor igazi bohóc legyen. Nem vagyok büdös, nem vagyok édes, nem vagyok dühös, nem vagyok éhes, nem vagyok puha és már nem vagyok kemény, nem vagyok gazdag, és nem vagyok szegény. A közönség szeretete az első pillanattól kezdve tetten érhető volt, ami megerősítette, hogy Hobó egy olyan világot tárt elénk, amelynek részese mindenki, boldogságban, bánatban, azzal a gondolattal társítva, hogy a közösség, az együttlét öröme mindannyiunké. Az a helyzet, hogy voltak olyan előadások, mind a három pontosan van, hogy az utolsó számot, a Közép-Európai Hobó Blues, ami hát egy ilyen ismertebb dal az én pályafutásomból, azt kipróbáltam, hogy eleresztettem az első verszakot a mikrofonba, és utána kiléptem a közönség közé mikrofon nélkül. És hát a legnagyobb megdöbbenésemre énekelte a közönségnek igen nagy része, vagy Pécset voltak 500-an, az meg már nagyon nehéz, nem sajnálom magam, de egy szál gitárral szembenézni 500 emberrel, a zenekar nélkül, azért az nem olyan, mint amikor ott van egy zenekar. És hát ott is az emberek énekelték, én meg közöttük álltam, hát rettenetes önuralomra volt szükségem, hogy a könnyeim ne folyjanak, vagy valami, hogy ezeknek az embereknek ez a dal is, ez nem egy sláger, hanem inkább benne van egy kicsit a minden, amit én gondolok a hazámról, meg a történelemről, és hogy ez ennyit jelent nekik, és ez egész közelről. Tehát volt, oda jött hozzám, és nem volt mikrofon, megfogta a vállamat, és akkor énekelte velem, hogy százszor nem nyaraltam, mert jön a tehervonat, hogy Mohácson meleg volt, világosan sötét, Aradon úgy féltem, megléptem mélyelében. Megrázó, de hát ezt csak úgy lehet megélni, hogyha az ember közel megy, vagy pontosabban közéjük megy. Az nagyon fontos, hogy át tudom venni azt, amit ők éreznek, mert egy nagy színpadon ezt nem lehet, ott siker van, meg az ember teker, meg nyomja bele az energiát nagyon, hogy átmenjen az, amit mondani akar, még inkább, vagy meg énekelni is, de amikor közel vannak, az egyszerűen lefegyverző, szóval olyan minőségű szeretet árad belőlük, amit hát mindig megdöbbenek, és akkor azt mondom magamban, hogy miért nem vagyok inkább a színpadon, mert ott azért más, mint amikor mellettem is áll egy ember, meg a hátam mögött is, meg előttem is, és ők éneklik, és ugyanazt érzik, amit én, az nagyon szép. Ki vagyok én? Ki vagyok én? Teljesen ki vagyok én. A legjobb, amikor közel vagyok az emberekhez, mondja Hobó, és a koncert nézői résztvevői is elmondhatják, a legjobb, amikor közel vagyunk egymáshoz. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt. Viszontlátásra!
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.